az előző adásban. A dolgotok csak még nehezebb lesz. A vegetáriánus ételeket szigorú zsűri bírálta el. Fúj, mi ez, undorító! A győztes tenyél töltött padlizsánja lett. A vacsoránál a négy versenyző mindegyike bizonyítani akart. Nem küldhetsz ki ilyet! A szívem összeszorul, ha csak ránézek! Tenil gyatra munkát végzett a halpultnál. Az összes halat elcsesztett! Mi van? De nem ő volt az egyetlen, aki szenvedett. Izzadt, zavaros a tekinteted, levegő után kapkodsz. Végül mindenki kitartott. Nem érdekel, mennyire fáj a csuklóm, itt maradok. És végigvitték a vacsorát. De mindenki ment, köszönöm. Gordon Ramsay váratlan bejelentést tett. Ma nem fogtok senkit jelölni. Döntenie kellett a sajgó kezű Dave. Kérlek, ne tegyél ki, a csuklóm miatt ne. És Tenil gyenge teljesítménye között. Nem akarom meghosszabbítani a szenvedésed. Gordon Tenilnek mondott búcsút. A legnagyobb visszatérő te voltál. A versenyben maradt három szakácsra még egy kellemes meglepetés is várt. Hé, sziasztok! A családom új energiát adott, hogy megnyerjem a versenyt. Már csupán hárman vannak. Enyém lesz a győzelem. A köztük dúló csata dönt arról, ki lesz a Brit-Kolumbiában, Whistlerben található Arexi étterem főszakácsa. Senki ne próbáljon az utamba állni. Gordon Ramsay, a pokol konyhája. És most folytatódnak a kalandok a pokol konyháján. Jó ét! Jó ét! Szép volt! Annyira tuti volt! Őrület! Biztos jó volt látni a fiadat. Hű, most rá kell gyújtanom. Nekem is, pedig nem dohányzom. Végre láthattuk a szeretteinket. Azt hiszem, ez mindhármunknak ugyanazt jelentette. Ebből merítünk erőt és motivációt a folytatáshoz. Ennél jobb ajándékot még soha nem kaptam. Most még jobban érzem, hogy nem csak magamért, hanem a családomért is harcolok. Értük is meg kell szereznem a győzelmet. Erre nem számítottam. A családom nagyon szurkol nekem, 100%-ban mellettem állnak. Remélem, hogy nyerni tudok majd. Mindent megteszek, hogy bejussak a döntőbe. A hozzátartozókkal töltött este után a versenyzők aludni térnek, de Dave szemére csak nem jön álom. A legjobb háromba kerültem. Az egész életem ettől a versenytől függ. Be kell kerülnem a döntőbe, és félek, nem leszek képes legyőzni Arielt és Kevint. A döntő itt van előttem egy karnyújtásnyira. Mintha az ajtóban állnék, és nem kéne más tennem, csak lenyomni a kilincset. Jó reggelt! Jó reggelt, főnök! Annyira közel vagyok, hogy már látom a célvonalat. Szinte meg is tudnám érinteni. Elsőként akarok átmenni rajta. Íme a krémek krémje. Ketten közületek bejutnak a nagy döntőbe, és valaki az Araxi étterem és bár konyha főnöke lesz. Whistler már hosszú évek óta felkapott üdülőhely, de a 2010-es téli olimpia ideje alatt a világ minden tájáról érkeznek majd ide a vendégek. Igen, főnök. Mögöttem három tálat láthattok. A fedők alatt három ország nevet találtok. Mindenkinek az adott népkonyháját idéző ételt kell elkészítenie. Igen, főnök. Hölgye, ki az elsőbség? Kína. Kína, remek. Imádom a kínai konyhát, nagyon ízletes. Egy kreatív fogást készítek. Kiváló. Dave, gyere csak. Én mondjuk... ezt választom.
Nem ismerem az indiai konyhát. Indiai? Miért? India. Soha életemben nem főztem indiai ételt. Ne riadj vissza az indiai konyhától, Dave. Oké, Kevin, te jössz. Lássuk, mi maradt neked. Mexikó. Ennél könnyebbet nem is húzhattam volna, mindenki főzött már mexikói kaját. A zsebemben van a győzelem. Fantasztikus. A mögöttetek látható polcokon ott vannak az egyes országok jellegzetes élelmiszerei. Használjátok fel őket okosan. Izgatottak vagytok? Igen. Mindenkinek 45 perce van arra, hogy összeállítson egy főételt. Készen álltok? Igen, főnök. A 45 perc most indul. Gyerünk! A feladat a szakácsok nemzetközi konyhákban való jártasságát méri fel. 45 perc alatt egy-egy főételt kell összeütniük a nekik jutott ország stílusában. Figyeljetek a fűszerezésre is! Valami olyat választok, amit könnyen el tudok készíteni, aztán valami csavarral adok egy kis indiai ízt neki. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Nem tudom, mit fogok csinálni, de igyekszem magabiztosnak látszani. Narancsos köményes sert és szűzérmét készítek tekilás lében és egy finom molé szósszal leöntve. Még pár fűszer és így lesz tökéletes az ételem. Marinált kacsa mellett csinálok, amit kínai tésztaágyra helyezek. Nagyon szeretnék kiemelkedőt alkotni. Bizonyítanom kell, hogy jobb vagyok, mint a fiúk. Még fél óra, oké? Igen, főnök! 15 perc telt el a versenyből. Kevin és Ariel már nekilátott az étel elkészítéséhez, de Dave... Csak ezeket a húsokat lehet használni? Fogalmam sincs. Még mindig nem döntött. Először is olyan húst kell választanom, ami nem szent állat Indiában. Ha rosszul választok, az olyan lesz, mintha szentségtörést követnék el, és azonnal ki leszek zárva. Hal, csirke, marha, sertés. Legyen a sertés. Milyen húst használsz? Sertést. Sertést? Először marhát akartam, de aztán eszembe jutott valami. Dave szemmel láthatóan zavart volt, félelmet mutatott, a gyengeség jelei látszottak rajta. Remélem, ez a munkájára is kihat majd. Gyerünk, srácok! A francba! Elégettem a mogyorót! 5, 4, 3, 2, 1, és vége! Ó, te jó ég! Őszintén remélem, hogy három nagyon finom ételt hoztatok össze. Az illatuk kellemes. Alig várom, hogy megkóstolhassam őket. De nem leszek egyedül. Meghívtam ide három nagyszerű szakácsot. Mindegyikük a világkonyha egy ágának kiváló művelője. Elsőként az indiai konyha elismert szaktekintéje, Vikas Khanna. Az ételem megfelelt az indiai konyha ismérveinek, de egy igazi mesterszakács készült megkóstolni. Ettől lettem igazán ideges. Vikas, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Megtiszteltetés. A zsűri második tagja, Tomás Ortega, a nevét viselő étterem főszakácsa. És végül örömmel jelentem be, hogy itt van nálunk a férfi, aki 30 éve eteti Hollywood lakóit. Kérem, köszöntsék Eddie Wongot, a világhírű Mr. Cho étterem konyhafőnökét Beverly Hillsből. Köszönöm. Oké, kezdjünk Kínával, rendben? Persze. Ariel, kérlek. Annyira elképesztően ideges voltam, mint még soha életemben. Ez az étel... Nos, ez lényegében egy tésztás fogást készítettem a tészta zöldséglében főtt. Marhahússal tálaltam, amit fűszeres, szilvás lében marinéroztam. Készítettél már máskor is kínai ételt? Persze, már sokszor. De elég régen volt, hogy utoljára kínai gyorséttermi kaját csináltam. Nagyon rémisztő volt a tudat, hogy a három híres szakács és Gordon Ramsay is megkóstolja az ételemet. Csak remélni mertem, hogy nem szednek ott helyben darabokra. Hogy ízlett? Tudod mit? Talán az egyensúlyt hiányolom belőle. Vikas, te mit mondasz? Tetszik az édessége, érdekessé teszi. Ügyes próbálkozás, de a szósz túlságosan vizes lett. Köszönöm. Csalódott voltam. Ez az étel egyértelműen nem volt életem legjobbja. De még nincs vége, akár nyerhetek is. Oké, Kevin, lássuk Mexikót.
Kevin előnyben volt. A mexikói konyha nagyon népszerű, és biztos, hogy kitett magáért. Jó, meséld el, mit készítettél. Egy narancsban és köményben enyhén marinírozott sertés szűzérmét moléval és mexikói csokoládés szósszal. Milyen is a szósz? Ó, de jó ég. Kevin, mondj valamit. Nem fogok hazudni, elfelejtettem a mexikói csokoládés molét. Elfelejtetted a szószt? Ez volt az az elem, amiről úgy véltem, hogy csodásan keretbe fogja foglalni az ízeket, és kifelejtettem. Igen, pontosan ez hiányzik. Egy jó, sűrű, klasszikus mexikói szósz. Tökéletes ízkombináció lehetne. Milyen kár. Az első zsűritag nem volt oda az ételemért, de még voltak kette, úgyhogy reménykedtem. Eddie, neked hogy ízlett? Nagyon jó. Ízlett. A mangó kellemes meglepetés volt. Jó. Köszönöm, mindenképpen érdekes. Még úgy is, hogy a szószt kihagytam háromból, kettő szerette. Ez az. Következzen India. Dave! Nagyon be voltam tojva. Egy indiai mesterszakács fogja elbírálni az ételemet. Főleg emiatt izgultam. Szóval, soha nem készítettem még indiai ételt, ez a legelső próbálkozásom. Egy babpürét tettem a sült sertés szűzérme mellé. Miért választottál sertéshúst? Mert Indiában a tehén szent állat, ezért lett marha helyett sertés. Lehet, hogy tévedtem. A sertés szerepe sem jelentős az indiai konyhában, mert sok muzulmán él az országban. Akkor a fehérje forrás nem jól választottam ki. Csirke vagy tengeri állatok? Ó, te jó ég, miért választottam a sertést? A legelső lépésnél elszúrtam. A kultúrát és az ott élő embereket tekintve jobb óvatosnak lenni. Én tisztelem a kultúrát, és épp ezért vetettem el a marhahúst. De már tudom, hogy a sertéssel is ez a helyzet. Thomas? Ahhoz képest, hogy még nem dolgozott ilyen fűszerekkel, egészen jól bánt velük. Köszönöm. Eddie? Nekem nagyon ízlik. Köszönöm. Vikas, mondanál még valamit? A lencsét ügyesen használtad. Első kísérletnek nagyon jó, tényleg. Nem akartam elhinni. Ízlett nekik az ételem. Annyira megkönnyebbültem. Kiváló. De ideje eldönteni, ki nyerte a versenyt. Dave indiai, Ariel kínai, vagy Kevin mexikói fogása volt a legjobb. Én az indiai ravoksalak. Köszönöm. Tomás, neked melyik? Még mindig azt mondom, hogy szívesen megkóstoltam volna a mexikóit a moléval. Szerintem káprázatos lett volna. De így kénytelen vagyok Dave mellett dönteni, aki finom ételt készített. Köszönöm. Az indiai konyha sokakat megrémiszt, és újonc létére tökéletesen megoldotta a feladatot. Én rászavazok. Hoppá! 3-0! Szép volt, Dave! Köszönöm, főnök! Szép eredmény ahhoz képest, hogy először nyúltál indiai fűszerekhez. Hihetetlen. Nem térek magamhoz. Úgy tűnik, mégiscsak tudom, hogy kell indiai kaját főzni. Dave, a jutalmad az, hogy a zsűri tagjai neked fogják elkészíteni egy-egy kedvenc ételüket. Varázslatos ebédet fogsz kapni a konyhai asztalnál. Használd ki a lehetőséget. Kérdezz, gyűjts ötleteket! Nagyobb jutalmat nem is kívánhatnék. Ó, és még valami. Scott, megnyertél egy teljes készletet a Demeyer konyhai eszközökből. Ezeket használjuk itt a pokol konyháján. Szép. Csodálatos összeállítást kaptam. Nagyon komoly ajándék. Vesztesek, figyelem! Az étterem ma este kinyit, úgyhogy amíg Dave ebédel, ti előkészítitek a konyhát és az étkezőt is. Megtisztítjátok az ezüstöt, feltöltitek a bárt, hogy minden rendben legyen. Világos? Igen, főnök. Jól van, menjetek fel. Dave, gratulálok. Köszönöm. Szép volt, brilliáns. Itt a szószom. Szemeni kétségem sincs. Ha rajta van a szósz, én nyerek. A francba, ez piszok jó lett. Állati, nem? Erre most nyakamba szakadt a büntetés. A veszteseknek ki kell fényesíteni az ezüstöt, úgyhogy tessék. És itt van még ez is. Elképesztő mennyiségű ezüstevő eszköz volt. Ennyit nem is használunk, akkor meg minek? Nos, akkor jó szórakozást. Üdv! Hello, Dave, hogy vagy? Gratulálok!
Köszönöm. Dave, még ketten csatlakoznak hozzád. Tudod kik? A két vesztes? Nem. Ki más lehetne? Itt is vannak, a hugod és a menyasszonyod. Na ne, ez őrület. Hát most újra itt vagyunk. Gratulálok. Az kínos a legjobban, hogy tudom, milyen közel voltam ahhoz, hogy én találkozhassak a családommal. Akad munka még bőven. Gratulálok. Annyira büszkék vagyunk rá. Tudtam, hogy eljutsz idáig. Összeszedetnek kell maradnom. A mai lesz a legfontosabb este. Meg tudod csinálni. A családommal ebédelhettem, ráadásul három csodálatos szakács főzött nekem. Mi mást kívánhattam volna még? Egy dél-indiai ételt készítünk. Ezek a kári levelek. Ezernyi olyan ételünk van, amiben találkozhatsz vele. Csak szagold meg, Isten! Kevinnel megpróbáltunk bekukucskálni a konyhába. Úgy tűnt, jutott idő személyes eszmecserére, ami nagyon értékes. Az ízek, isteniek! Nagyon finom ételt raktak elénk. Nos, készen álltok egy kis mexikói csemegére? Hát persze. Láttam, ahogy Ortega nekem főz. Ez az én saját molém. 27 hozzávalóból áll. Csodálatos. Miközben Dave és vendégei betekintést nyernek a nemzetközi konyha művészet titkaiba, Ariel és Kevin keményen dolgozik. Nem akarlak sürgetni, de elég sok minden van még hátra. Ráadásul most kettőnknek kell minden előkészületet elvégezni az esti nyitás előtt. Dave nagyon jól érzi magát, igaz? Nem tudom, rövidlátó vagyok. Csodásan néz ki. Hű, de szép. Wong mester aztán tud bánni a tésztával. A tésztát meg kell tanítani viselkedni. Vagyis? Meg kell verni, látod? Látom. A szuszt is kiveri belőle. Egy elképesztően képzett szakácsról van szó. Tudtam, hogy finom ételt fog készíteni. Gratulálok. Ennél jobb jutalomról senki nem álmodhat a pokol konyháján. Annyira finom. Szuper, hogy te nyertél. Nagyon jó vagy. A mai nap csak még jobban feltüzelt. Lehet, hogy Dave megnyert egy kihívást, de ez a fickó itt, Kevin, ő lesz a végső győztes. Jó volt, hogy eljöttetek. A családom ismét megerősített abban, hogy győznöm kell. Nem csak magamért, hanem értük is. Viszlát! Az egész életünket megváltoztathatja a mai este. Ezért lesz ez a legfontosabb vacsora az eddigiek közül. Nem hibázhatok. Meg kell tenned. Menni fog. Gyerünk! Gyerünk! Alig fél óra múlva Ariel, Kevin és Dave élete legnagyobb kihívásával fog szembenézni. Az idáig vezető úton már legyőzték 14 versenytársukat. Most mindössze egy vacsora áll köztük, és az esély között, hogy az Araxi főszakácsai lehessenek. Oké, Ariel, Dave, gyertek ide. Nos. Ma este ketten bejutok a döntőbe. Szívetekből főzzetek, mert ilyen közel vagytok hozzá. Ma este azt fogom figyelni, kiben van meg a tehetség a vezetésre. Épp ezért át fogom adni az irányítást. Mindhárman lehetőséget kaptok a vacsora adott szakaszában, hogy az átadónál tevékenykedjetek. Ahogy visszagondolok saját magamra, ez egy békés, nyugodt poszt. Fogd be a vacskos pofád! Gyere ide te is! Sosem voltam ideges, sem mérges, és sosem sétáltam ki. Ezt nem bírom tovább. És nem is csapkodtam. Megint egy rohadt fólia! Menj a büdös francba! Ideje komolyra fordítani a szót. Ma este, ha kiszólítok valakit az átadóhoz, akkor az fogja vezetni a konyhát. Összeszedetten, magabiztosan. Látni akarom, hogy ti vezetitek a konyhát, vagy a konyharánga titeket. Igen, főnök. Jó. Izgultok? Igen. Mindenki a helyére. Kezdünk. JP, nyissuk ki a pokol konyháját. Jó estét kívánok! A pokol konyhája Los Angeles felkapott étterme. Ezen az estén is óriási az érdeklődés. Nagyon kíváncsi vagyok az ételre. Mivel már csak három versenyző maradt, Scott és Heather is besegít, ahol kell. Jözzön a legjobb, gyerünk!
A nyomás egyre csak nő a három szakácson, mivel Gordon a vezetői képességeiket is tesztelni akarja. Jól van, én kezdek. Amikor a kezetekbe kerül az irányítás, ne essetek ki a lendületből. Na lássuk. Négyes asztal, egy kagyló, egy tonhal, egy risotto, egy capellini. Igen, főnök. Jó. Mennyi, Kevin? Most mehet. Ez az. Két tonhal. Jó. Kész a kagyló. Nagyon szép lett. Kösz, főnök. Viszem. Finom a risotto. Kösz, főnök. Vihetitek. Az első előételek elhagyják a konyhát. Gyorsak vagyunk, tökéletes kezdés, csak így tovább. Gordon már is kész arra, hogy átadja a kormányt az egyik versenyzőnek. Kevin! Igen, főnök. Gyere ide, tiéd a pálya. Igen, főnök. Ma végre azt csinálom, amit tudok. Vezetek. Állj egyenesen, hisz mindenki téged néz. Elegánsan. Igen, főnök. Minél jobb akarok lenni. Gyorsan, srácok, újabb rendelés, 36-os asztal, egy risotto és egy fésű kagyló. Vettem. Viszem már. Gyerünk. Itt a risotto. Kösz. Viszem az átadóhoz. Oké, gyerünk, gyerünk. Folytassátok. Kevin határozottan kezd. Két kagyló, vihetitek. A vezetői képességek mellett fontos a minőség ellenőrzése is. Mozgás! Semmilyen nem megfelelő étel nem juthat át Kevinen. Az első próbatétele következik, amikor Scott a lapos hal helyett sügért visz neki. Egy lapos hal és egy bárány, aztán sügér és bárány. Igen, főnök. Elkészült a sügér? Igen, kész. Köszönöm. Lapos hal és sügér. Szósz a lapos halhoz. Ariel, gyerünk! Ez lapos hal? Nem tudom. Igen, az. Kaphatnék egy sügért? Ezt nem hiszem el. Köszönöm. Hogy történhetett? Én nem tudom. 3 perc kell a lapos halnak. Ügyesen kiszúrtad. Köszönöm. Amíg így folytatom, hajtom őket, de közben figyelek is, addig nem lesz semmi baj. Egy sügér, egy bárány, mennyi kell még? 5 perc, srácok. 5 perc? 5? Komolyan? Kérdeztem, hogy mi van a hallal. Fel tudom gyorsítani 1,5 percre, ha a többieknek megy. Nekem kell az a 3. 3 perc. Ariel kezdte fékezni a lendületet. Most hol tartunk? 1 perc? 1,5, főnök. Mozgás. Csiga lassú. Ariel, kérem azt a bárányt. Itt a bárány, főnök. Ne csináld velem. Bocs, főnök. Ez így nem jó. Ariel olyan bárányt hozott, amit túlsütött. Ilyet nem küldhetek ki, mert nem megfelelő a minősége. Nem. Ariel! Igen? Félig véreset kértem, ez közepes. Mást rendeltek. Ez egyáltalán nem volt közepes. Nevetséges erre fogni. Mikor tudod adni? 1/2 perc. 1/2 perc? Te vagy a főnök. Adom a bárányt. Küldjük ki azt, amit tudunk, oké? Rendben, még egy bárányt. Szólj, ha segíteni kell. Meg vagyok. Nagyon hiányzik az a bárány. Le vagyunk maradva. Nem tudom levágni a csontról, mert szétesik a hús. Gyerünk, csináld. Megtennéd, hogy levágod a csontról és felszeleteled, ahogy kell. Vágd le a csontról. Ariel, miattad áll minden. Gyerünk. De mind ilyen lesz, ha szétvágom. Minden széthullott. Ariel, van egy másik bárány, ezt nem vihetem ki. Mondtam neked, ezt próbáltam magyarázni, hogy szétesik. Csinálnál nekem még egyet? Igen. Kevin mindent visszaküldött, kezdtem dühös lenni. Próbáltam szólni. Nem maradunk, mi van a bárányjal? Ezért nem tudom felvágni. A francba. Ariel bajlódik a bárányjal, és így nem jut étel az asztalokra. Most már éhes vagyok. Kevinnek egyre kevesebb az ideje a bizonyításra. Kevin, szedd össze a csapatot, a végén még felidegesítesz. Mozgás! Ha Ariel szeretne kiszúrni velem ezen a vacsorán, már most közlöm, hogy nem fog menni. Mennyi még, Ariel? 5 perc. Csináld gyorsabban. Elegem van a folytonos cseszegetéséből. Meg fogod várni, amíg elkészülök. Nincs más választásod. Ariel, hozd már azt a bárányt, kérlek. 5 percet mondtam. Mi? Ezt már viszem is, főnök. Ariel, ne csináld már. Csak a bárányjal kellett foglalkoznod. Ez könnyű volt. Erre te felbosszantasz. Gyerünk! Hol a szósz? Ne tedd ezt meg! Ott van, főnök! Hol? Itt nincs! Mi lenne, ha odafigyelnél egy kicsit? Hová lett az a tetves szósz? Ariel rémesen szétszórt volt, és feldühített. A szósz! Vihetitek! Mehet!
Jól van, köszönöm. Állj vissza. Kösz, főnök. Oké, Dave, gyere ide. Vedd át az irányítás, nagyfiú. Én fogom vezetni a konyhát, és nem fordítva. Oké, négyes asztal. Egy kagyló, egy tonhal, két risotto. Olyan vezetői képességeim vannak, amiket Gordon még nem látott. Kell a spárga a fűszerezéshez. Gyerünk, Heather, nyomás! Amikor Dave került a pulthoz, nagyon energikus volt. Fakanalat használj! Mit csinálsz? Használj fakanalat! Vigyázz! Tonhal, két risotto, meddig várjak még? Gyerünk! Hűha volt a javából. Soha nem láttam még ilyennek Dave-et. Scott, takarítsd le ezt a mocskot! Dave! Egy picit maradj csöndben. Heather, ezt takarítsd le! Menjenek az előételek! Két tonhal. Dave agresszív fellépése. Gyerünk, mozgás! Viszem! Beindítja a konyhát. Vigyétek el innen! És a vendégek is elégedettek. Finom. Eljött Dave első próbatételének ideje. Scott spenótra cseréli ki a spárgapürét. Két risottót kérek! Oké, két risotto már viszem is. Itt a kezemben. Ez az. Mehet! És állj! Gyere csak ide, gyere! A francba! Neked kell figyelned mindenre. De most küldtél ki két risottót, amiben egy csepp spárgapüré sincs. Az egész spenóttal lett elkészítve. Meg kell kóstolnod! Igen, főnök. Éreztem, hogy egy kicsit fura, de biztos, hogy nem jöttem volna rá. Gyerünk, Dave, szedd össze magad! Dave az első próbán elbukott, de már is úton van az átadó felé egy második trükkös adag. Két tonhal. Figyelj az ételekre. Figyelj oda az ételekre, oké? 35-ös mehet? Gyere, gyere, Dave, gyere ide. Nem koncentrálsz. A tonhal nem volt megpirítva, nem volt rajta szezámmag, csak a zöld fűszerek. Meg kell nézned, mit engedsz ki. Direkt visszaadtam a kezedbe, de akkor sem vetted észre. Vedd komolyan. Igen, főnök. Fenébe. Most már nagyon kell figyelnem. Tudom, hogy jó szakács vagyok, és jó vezető. Koncentrálnom kell. Tanultam ebből, nem adom fel. Meg se próbáld. Most folytasd, nem akarom, hogy leeresz. Nem, főnök. Gyerünk. Hol a tonhal, a két kagyló és a saláta? Tonhal és saláta kész. Ez a tonhal hideg. Scott, melegíts meg jobban a tonhalat, mert jéghideg. Ügyesen vetted észre. Hol a lapos hal? A kezemben, viszem. Jó, gyerünk. A lapos hal szósz. Köret a két risottóhoz. A spárga nincs megsózva. Jó, így kell ezt csinálni. Kiváló. A burgonyára is kell még só. Ez is jó meglátás. Egyre jobb. Úgy éreztem, végre minden a helyes úton halad. Küldjük már ki, oké? Habár a két elrontott ételt nem szúrta ki, Dave eredményesen dolgozik. A tízes asztalhoz. Másfél óra telt el a vacsorából, és a vendégek már a főételeket élvezik. Szétomlik a számban. Jól van, rendben. Jó voltál. Menj vissza a konyhába. Köszönöm a lehetőséget. Legközelebb jobban fog menni. Ariel, gyere csak! Mindent meg fogok tenni, hogy megőrizzem a hideg vérem. Nem vallhatok kudarcot, mert különben mehetek haza. Ismerkedj meg a rendelésekkel. Mi lett bemondva? Mi a sorrend? Igen, főnök. Figyelem, rendelés. 42-es asztal. Két lapos hal, egy csirke, egy bárány. Igen, főnök. Jól van. Most Ariel a konyha főnöke, ám hamarosan érkezik az első minőségi teszt. Heather pasztinákpürét ad burgonya helyett. Krumpli pürét. Köszönöm. Minden oké? Igen, főnök. Oké, vihetitek. Állj meg! Milyen íze van, mond? Kevés a tejszín. Nem, ez pasztinákpüré. Ugyan már. Fel sem tűnt nekem, hogy nem burgonya. Mindent meg kell kóstolni. Ez nagyon fontos. Kapd össze magad. A krumpli püré és a pasztinák között ég és föld a különbség. Jól van, hozzátok a főételeket. Mögötted. Ugyan Gordon első minőségi tesztjén elbukott. Gyorsabban, kérlek. Ariel gyorsan küldi ki az adagokat, de már is úton van felé egy újabb szándékosan elrontott fogás. Scott lazacot készített sügér helyett. Hol a sügér? Oh,
Mi ez? Mit keres egy lazac a sügérkörete mellett? Szép volt. Lazac volt és nem sügér. Azt hittem, hogy azt vittem ki. Na látod, vége, fölébredtél. Közfőnök! A lazac szinte teljesen eltűnt az olivában. Kisejthette volna, hogy nem sügér. Ügyesen kiszúrtad. Közfőnök! Ariel átment a vizsgán. Oké, itt az új. És mozgásban tartja a konyhát. Figyelem, két risotto, két kagyló. Utána egy kagyló békön nélkül, egy saláta, az öntetet külön kérik. Igen, főnök. A főételek, egy vegetáriánus, egy lapos hal, egy bárány. Jó ég, röpködtek a rendelések. Gyerünk! Nehéz volt mindet megjegyezni. Hozzátok az előételeket. Megy a risotto. Elvesztettem a fonalat. Kevin, hozd már a kagylót. Ez túl sok. Összezavarodtam, de próbáltam rendet teremteni. A főételeket csinálockodt, ugye? Heather, 3 perc jó lesz? Kevin, ő a főnök, őt kell kérdezned, nem Heather-t. A te rendeléseidre te figyelj! Igen, főnök. Kevin, csak ne mondjon semmit Heather-nek, te egyenesen vele beszélj! Egy pillanatra nem tudtam, mi van a sütőben. Bármibe lefogadnám, hogy Kevin szándékosan akart hülyét csinálni belőlem. Megint leálltunk. Ariel, hol tartunk? Először az előételek kellenek. Nem olyan bonyolult ez, Ariel, csak koncentrálj! Igen, főnök. Risotto gyorsan, fésű kagylót gyorsan! Gyerünk! Viszem a 2 risottót, amikor a kagyló kész. Most tettem fel őket. Kevin lassú volt, egyre lassabb. Ébresztő! Kész a risotto, most mit csináljak? Miért vagy nyugodt? Te kész vagy, ő meg nem. Ariel, ők diktálnak neked, és nem fordítva. Gordon kiabált velem. Nem tudtam, mit csináljak. Kicsúszott a kezemből a konyha. Az időzítés szart sem ért. Neki eljátszhatod a hülyét, de engem nem fogsz megetetni. Igen, főnök. Megértetted, amit mondok? Tudtam, hogy ez így nem elég jó. Össze kellett szednem magam, és visszaszerezni a tekintélyemet a konyhában. 2 kagyló, 2 risotto. Gyorsan, srácok, gyerünk! Megy a risotto. Még hiányzik a 2 kagyló. Gyerünk, Kevin, egyszerre hozzátok. Ez bunkóság volt. Kevin szándékosan lassította az ütemet, amikor én voltam az átadónál. Tököl ennyit a kagylóval. Mr. Kevin, aki mindig mindent tökéletesen csinál, hirtelen elfelejt kagylót kisütni. Mennyi még a 2 fésű kagyló? Betettem, amikor mondtad. Ariel nem csillogtatta meg vezetői képességeit. Nem kommunikált jól velünk. Viszem már, főnök. Gyerünk, miattad állunk. Megy a fésű kagyló. Na ne, még egy darabot kérek. Ez micsoda, Kevin? Még egy kagyló feltéve, főnök. Kevin, lemaradunk a kagyló miatt. Pedig ugyanakkor tettem fel. Ez jól megsült. Oké, kösz. Fejezzük be. Végeztünk. Oké, vigyétek, menj vissza a konyhába. Scott, vedd át a tálalót. Szép volt, jöhetnek a desszertek. A legkisebb hiba is dönthet arról, hogy ki kerül be a döntőbe, és ki lesz az, aki hazamegy. Vihetitek, gyerünk. Megharcoltam a sikerért. Kizárt, hogy ma hazamenjek. Gyerünk, ez az utolsó asztal. Annyira akarom, hogy bejussak a döntőbe, és megnyerjem a versenyt. Oké, végeztünk mindennel. Ez annyira jó. Nos, az igazi teszt ma az átadó volt. Nem rossz. Egész tűrhetőek voltatok. Mindenkinek akadtak jobb és gyengébb pillanatai. Így aztán előttem is kemény kihívás áll. Nem lesz könnyű nekem, de tudom, hogy nektek sem. Mindenki gondolkodjon el, ki az az egy személy, akiről úgy vélitek, nem érdemelné meg, hogy a nagy döntőbe jusson. Gondolkozzatok ezen, és amikor visszajöttök, meg fogom kérdezni tőletek, kire gondoltatok. Világos? Igen, főnök. Szép munka volt, mehettek. Kösz. Ez kemény lesz. Nem tudom, kinek kellene mennie. Nem tudom, kire fogok szavazni. Teljesen össze vagyok zavarodva. Mit tegyünk? Kevin, hadd kérdezzem meg. Direkt bénáztál a kagylóval. Gyerünk már! 25 másodperc. Úgy érzem, Kevin egyáltalán nem dolgozott a kezem alá. Ez a verseny a tehetségről szól, nem a csalásról. Szerintem Ariel volt a legrosszabb. Végül is az ő kommunikációja miatt ragadtunk le. A lehető legkeményebben dolgoztam, akárki volt a főnök.
Amikor Ariel volt az átadónál, nem alakított nagyot. Ugyanakkor úgy láttam, Kevin sem dolgozta ki a belét. Lehet, hogy lassítani próbálta. Nem lesz könnyű döntés. Kevin, Ariel és Dave. Mindhárman ott lehetnétek az Araxiban. Kevin, kinek kerüljön a döntőbe? Szerintem Ariel, főnök. Ariel? Igen. Miért? Többször állt már kint előtted, és nem ad bele mindent. Ariel? Igen, főnök. Többször álltál már kint. Kinek kerüljön a döntőbe, és miért? Volt valaki, aki nem segítette a munkámat, amikor az átadónál voltam. Nem éreztem a támogatását, és ez a valaki Kevin volt. Aha, Dave, te kire szavaznál, és miért? A mai estén úgy éreztem, Ariel volt a leginkább elveszve. Ezért Arielre szavazok. A válaszaitok úgy, ahogy vannak, semmit nem segítettek nekem. Tényleg nagyon nehéz a döntés. Felteszek még egy kérdést. Kevin, miért van ott a helyed a döntőben? Azért, mert nagyon erős, megbízható munkát végzek, és ha a fejembe veszek valamit, azt mindenáron el is érem. Te vezetnéd az Araxi éttermet, vagy az vezetne téged? Én vezetném, ez egészen biztos. Ariel? Nagyon sokat fejlődtem itt, és tudom, megvan bennem minden, ami a vezetéshez kell. Fiatal vagyok, kreatív, és sok lehetőség van bennem. Dave? Azért érdemlem meg a döntőbe jutást, mert végigverekedtem magam a versenyen. A pokol konyháján 10-szeresére nőtt az alkalmasságom. Képes vagyok vezetni egy konyhát. Nem kerekedne fölém. Jól van. Ideje, hogy megtudjátok, ki kerül be a döntőbe. Valóban nagyon nehéz döntés volt. A döntő első résztvevője. Dave, gratulálok. Gratulálok. És a második, aki vele tart? Kevin. Gratulálok. Köszönöm, főnök. Nagyon köszönöm. Szép munka volt. Egy élmény volt veletek. Sok sikert. Egy pillanat, hölgyem. Igen, főnök. Az ambíció, a motiváció és a szenvedély, ami benned lángol, amit itt nekünk mutattál, egészen kivételes. Köszönöm, főnök. Tartsd meg a kabátot, hogy arra emlékeztessen, amit a pokol konyháján sikerült elérni. Köszönöm, főnök. Sziasztok. Szia, Ariel. Persze, csalódott vagyok. Nagyon szerettem volna nyerni. Hölgyeim, szép munka volt. Gratulálok. Gordon Ramsay-től tanulni csodálatos élmény volt. Elsőre talán csak egy őrült fickónak látszik, aki folyton kiabál. Kiküldenéd ezt a bárányt, ha te lennél az Araxi főnöke? Nem. De csak azt akarja, hogy jobb legyél. Ariel, ez a hal tökéletes lett. Remek. Úgy érzem, sikerült bizonyítanom. Innen kell tovább indulnom. Tudom, hogy sikerem lesz. Érzem a szívemben. Tudom, milyen sokkal tartozom Gordon Ramsay-nek. Kevin és Dave, gratulálok! Mindketten megjártátok a poklot, de visszatértetek és megérdemlitek, hogy ott legyetek a döntőben. Nem hiszem el. Egyszerűen elképesztő. De tudnotok kell, hogy a legnagyobb próbatétel még előttetek áll. Felkészültem, azért jöttem, hogy nyerjek, és ebből nem engedek.
Aki jobban teljesít, abból az Araxi étterem és bár konyhafőnöke lesz Whistlerben. És most hadd mondjak még valamit. Hú, mi az már megint? 30 percetek van felkészülni. Menjetek, öltözzetek át, mert egy limuzin vár rátok. Na ne! Legközelebb a szezon fináléval jelentkezünk. Az egyik oldalon a magabiztos családapa és szakács, Kevin. Győzni fogok. Vele szemben a félkarú rabló a kaliforniai San Diegóból, Dave. A legutolsó percig kitartok. Egykori ellenfeleik visszatérnek segíteni. Nagy a nyomás. De a vacsoránál... Showtime! Mindkét versenyző bekeményít. Ne hagyjatok már így, hé! Kinyírtok engem! Vajon társaik cserben hagyják őket? A francba, Amanda! Be is kaphatják. Nem érdekli őket. Szabotálják a munkát. Ha fáj, fájjon. Minden legyen tökéletes. Add ide. Simán. Hopsz, lejtetted, bután nézel rám, de a te hibád. Szedjük már össze. Melyikük él jobban a lehetőséggel? A vesztét akarjátok? Ki nyeri a pokol konyhájának legkíméletlenebb döntőjét? Az életem múlik ezen. Kiderül legközelebb. Most vagy soha, nincs tovább. A pokol konyhája... Kérlek, Gordon, válasz döntőjében. Engem.